Dávid, nem elsősorban a gólszerzés a legfontosabb feladatod a Fradiban. Ritkán lősz gólt, a szezonbeli első találatod, de akkor általában emlékezeteset. Ez is egy olyanra sikerült. Kérdezném, hogy begyakorolt figura volt-e, de azt hiszem tudom a választ. Igen, hazudnék, ha azt mondanám, hogy igen. Köszönöm szépen. Nagyon sok emberrel beszélgettük már, hogy tényleg nagyon régen sikerült gólt lőnöm, ugye ebben az évben igazából csak a Celticnek sikerült klubszinten gólt szereznem, ugye nagyon örülök neki, mert mióta köszönöm szépen, mióta megszületett a kisfiam, ez az első gól, úgyhogy ezt neki szeretném ajánlani és a családomnak. 4-0-ás végül is sima győzelem lett a vége, de azért az első 60 perc kemény volt, olyan kemény, mint amire számítottatok? Mondjuk te ugye csereként szálltál be a mérkőzésbe, de kívülről hogy láttad? Abszolút így készültünk, hogy nagyon nehéz lesz. Amikor megérkeztünk, láttuk, hogy milyen száraz a pálya, és lehet, hogy nem is talán a legjobb a gyorsjátékra, de azt mondom, hogy nagyszerűen megoldották a fiúk, vagy megoldottuk a feladatot, mert türelmesen játszottuk, és nem kezdtünk el kapkodni azért, mert nem jött az első gól. Szóval erre készültünk, amikor mind a két összecsapásnál meg ezelőtt láttuk, hogy a Pudafok nagyon jól megszervezi a védekezését, és kontrából életveszélyesek, és most is volt azért olyan helyzetük, amiből éppen gólt is rúghattak volna, úgyhogy örülünk, hogy nekünk sikerült megszerezni az első gólt, és utána sikerült hátul nullára lehozni. Megint nagy lépést tettetek a bajnoki cím végérvényes megszerzése felé, ez már a 19. győzelme volt a Ferencvárosnak, sokan már természetesnek veszik, hogy ezeket a meccseket hozza a csapat, na de mennyiben nem az, és mennyiben nehéz tényleg minden 90 perc, amit győztesen hajtok el a pályán? Nem természetes, mert pontosan most ez a idézés megnyugtató előny, úgymond a legnagyobb ellenség, tényleg, hogy kell motiváció, igenis kell, hogy megnyerjék a következő mérkőzést is, és ugye amivel könnyebb lenne, tehát itt szeretném kiemelni, hogy a szurkolóink, ha itt lehetnének, akkor az még egy plusz motiváció lehetne, hogy értük is lehetne futballozni, és hogy még lássanak még több gólt, tehát mondjuk nem csak egy nullás meccs, hanem még menjünk előre, még menjünk előre, és ők tudnak is buzdítani minket. Sajnálom, hogy nem lehetnek itt, most ilyen időket élünk, de remélem, hogy minél hamarabb bejön az idő, és hogy ők is visszatérhetnek a lelátókra. Köszönöm szépen, gratulálok. Köszönöm még szépen. Egyszer. Ha a 30. percben az a nagy helyzetbe megy, akkor adott esetben máshogy is alakulhatott volna a mérkőzés, de tudom, hogy nincsen ha, a futballban sincsen ha, de azért mégiscsak beszéljünk az első fél időtől kezdve erről a találkozóról. Mennyiben vált be a tervetek a Ferencváros ellen? Nem is feltétlenül csak az első fél időben, mondjuk az első 60 percben. Szerintem nagyon jól kezdtük a mérkőzést, első fél időben abszolút ellenfelei voltunk a Ferencvárosnak. Sajnálom, hogy ott a helyzetemet, ha berúgom, akkor más a meccs, de hát nincsen ha a fociba. Aztán ugye a másik fél idő, ott volt egy kis adásszünet, megint egy 11-esből kapjuk a gólt a Ferencváros ellen. A sárga lapot is kaptunk, aztán itt a piros lap, nem tudom, hogy az volt-e, azt most már engedjük el, de ez van sajnos. Onnantól meg egy másik mérkőzés volt, onnantól már nem érdemes róla beszélni szerintem. Érdemes elgondolkozni azon, hogy miért kap ennyi 11-est a csapat? Ugye ez már a negyedik volt a két együttes bajnoki találkozóin, és azért valljuk be, majdnem mindegyikkel is döntötte az összecsapásokat. Igen, hát ebből a 4-ből 3 ugye a Ferencváros ellen volt, szóval hát nem tudom, ez most egy pek, vagy nem figyelés, így alakult. Most már ezen nem filózunk, megyünk tovább, mert olyan meccsek jönnek nekünk, ami a bemaradást fogja eldönteni. Hogy kell tényleg ezekre az összes összecsapásra most készülni? Milyen hangulat van a csapatban? Hát a Csizi mindig elmondja, hogy most ez Fradi ellen úgy kell játszani, hogy mindent beleadunk, aztán lesz, ami lesz. Nem, nyilván nem a Fradit akarjuk mi megverni, hanem a következő 3 meccsünk az olyan lesz, ahol tényleg eldőlhet a bennmaradás, és ott kell nekünk bizonyítani, hogy itt a helyünk. De ebből az első fél időből szerintem ki lehet indulni, mert jól nézett ki a csapat, dolgoztunk ki helyzetet, rájuk mentünk, birtokoltuk a labdát, szóval az első fél időre lehet építeni. Köszönöm szépen az értékelést, jó munkát! Szezonbeli 19. győzelmével újabb nagy lépést tett a Ferencváros a bajnoki cím végleges bebiztosítása felé. Aki csak az eredményt látja, az egy nagyon sima mérkőzést feltételez. Az első fél idő alapján azért kemény volt ez a találkozó. Hogy látja, mennyiben kellett megdolgozni ezért a sikerért ma a Fradinak?
Fradi work for this win today? Yeah, I think we did well, but the problem is the pitch. And of course, like we said before the match, the opponent wished to get this point. These points for them is very important. I'm glad that in second half we changed something. We scored fast goal, and then after red card, we played much easier. Igen, meg kellett dolgoznunk ezért a győzelemért. Kicsit a pálya is nehezített a dolgunkat, és mint a meccset is mondtam, az ellenfél mindenképpen szerette volna a mai három pontot elvinni. Örülök, hogy a második fél időben sikerült egy gyors gólt szereznünk, és a piros lap után bebiztosítanunk a győzelmet. Az a gyors gól a 11-es, az el is döntötte a találkozót? Did this finish today's match? What do you think? I don't know. Of course, this goal gives more confidence for the players. In that kind of games, it's very important to score first goal. If we score, of course, the players get confidence and then continue to attack. Nem lehet ezt biztosan megmondani. Ami biztos, hogy ez mindenképpen önbizalmat adott a játékosoknak, és ezután ez egy kritikus döntő pillanat lett egy meccs során. Most már tényleg csak karnyújtásnyira van a bajnoki aranyéremtől a Ferencváros, de még végig kell vinni ezt a szezont becsülettel így is, hogy nincsenek ott a szurkolók, akik még azért hangulatot tudnának teremteni. Hogy tudja tűzben tartani a játékosait? I think now players coming for the pitch, they are enjoying the game, not only enjoying controlling the ball. I think today we see the team who is working very intensive, not only attacking. We try to get the ball back, we try to work together. I think this is important for the players. Now on the pitch, they like to play that kind of model of the game. Úgy gondolom, hogy a játékosok maximálisan motiváltak és élvezik a játékot, nem csak támadásban, hanem védekezésben is oda teszik magukat, nem csak a labda kontrollálása a lényeg, úgyhogy egy ilyen csapatot láttunk ma a pályán. Köszönöm szépen, gratulálok még. Ez volt a negyedik ferencvárosi 11-es, ami a két csapat bajnokiain esett, és ez megint döntőnek bizonyult, hogy látta, hogy érezte? Én azt gondolom, igen, viszont hadd jegyezzem meg, nem szoktam foglalkozni semmivel tényleg, de azt kell mondanom a mai mérkőzésen, nem a csapatom volt a leggyengébb a pályán. Gondolom olvasnak a soraim között. Nagyon bosszus vagyok, mert nagyon sokat beleraktak a srácok, és minden egyes kétes szituációba rosszul jöttünk ki. Tehát egyszerűen, tehát tényleg sajnálom őket, mert se az első fél idő, se amíg elkezdtük a második fél, de amíg nem volt a 11-es, nem beszélve arról, ha jól tudom, az István is megemlítette közvetítés során a harmadik 11-es, harmadik meccsen. Tehát ez egy kicsit erős. Attól függetlenül, hogy tudom, hogy hol a helyünk, tudjuk, hogy miért küzdünk, és tisztában vagyunk, hogy a Ferencváros milyen erőt képvisel, ezt mi nem tudjuk elviselni most. Ettől függetlenül az első fél idővel azért a játékban is elégedett lehetett, nem? Sőt, meg is szerezhette volna adott esetben a vezetést a Budafok, a nagyobb gólhelyzet a hazaiak oldalán volt, de kimaradt. Igen. A másodikban mi volt a terv? Mert az is látszódott, hogy a Ferencváros magasabb fokozatra kapcsolt. Igen, az első fél időben nagyon jól játszottunk, ezt kérte a második fél időben is. Ugye kijöttünk, most különösképpen nem volt helyzet a Ferencvárosnak, próbáltak nyomást gyakorolni, igazából jött ez a 11-es szituáció, ami benne van, gólt kaptunk, de utána jön egy ilyen, hogy kezdődik a játék, és akkor egy ilyen szituációba kiállítják a játékosomat, amikor az én játékosom bedobása jön, és az ellenfél provokálja őt, tehát ez nekem, nem tudom, tehát mondom, nem tudom a helyünket, viszont nagyon bánatos vagyok, mert nem ezt érdemelték volna most a játékosok. Ráadásul egy újabb játékosát veszíti el, és most jönnek az újabb sorsdöntő találkozók, nincs könnyű helyzetben a csapat. Ezt tudtuk eddig is, tehát azért, ha könnyen nem fogjuk feladni, voltunk már ilyen helyzetben, egy jobb csapattól kikaptunk, most megyünk tovább, jön a következő meccs, új hét, új reménye. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok! Szépen.